Beton kífák be a Vörösmarty ligeten, rügyeznek a fák. Digitális oktatás, 2 darab 3D-s nyomtatót kapott a Komlós Tetői Református Iskola. Földesest a Nagymúltú Gimnázium kulturális gálája a Miskolci Nemzeti Színházban. Jó estét kívánok! Önök a Miskolc Televízió hírműsorát, a Miskolc Mát látják, jönnek a részletek. Varga Andrea Klára, a Függetlenek Színva Városért Egyesület, a Jobbik Konzervatívok és a Momentum közös polgármester jelöltjeként indul a június 9-i helyi önkormányzati választásokon. Az együttműködést szerdán jelentették be. Ehhez csatlakozott a Helyi Civilek Szövetsége és a Mindenki Magyarországa Néppárt is. Céljuk a stabilitás, a jelenlegi városvezetés által megkezdett munka folytatása, és Miskolc érdekeit minden más előtt tartva a várospolitikára koncentrálni pártpolitika helyett. A Függetlenek Színva Városért Egyesület, a Jobbik Konzervatívok és a Momentum közös polgármester jelöltjeként indul Varga Andrea Klára a június 9-i helyi önkormányzati választásokon. Jelentették be a polgármesteri hivatal alpolgármesteri tárgyalójában szerdán. Színva Városáért Egyesület, rövid nevén Függetlenek Szíve jelöltje volt valamikor 2019-ben Veres Pál úr, a jelenlegi polgármesterünk. Ő sajnálatos módon az április 3-i bejelentésében a jelöltségtől visszalépett, ezért az Egyesületünk sürgősséggel úgy döntött, hogy helyette a mostani alpolgármestert, Varga Andrea Klárát jelöli. A civil szervezet korábban is hangsúlyozta, hogy nyitottak azokra az együttműködés célzó tárgyalásokra, amelyek a stabilitásra, a jelenlegi városvezetés által megkezdett munka folytatására és Miskolc érdekeit szem előtt tartva a pártpolitika helyett a várospolitikára koncentrálnak. Pártoknak el nem kötelezett képviselő voltam és leszek a jövőben is, de számítok arra, hogy vezetőtársaim és az általuk képviselt pártok támogatásával, valamint a civil szervezetek együttműködésével egy együttműködő városvezetést tudunk kialakítani. Varga Andrea Klára támogatása és az együttműködés mellett döntött a Jobbik Konzervatívok és a Momentum is. Szarka Dénes kollégámmal, a Jobbik Konzervatívok és a Momentum képviseletében arról tájékoztattuk a nyilvánosságot, hogy az a választási program, amelyet közösen alkottunk, az az elsődleges számunkra a tekintetben, hogy kivel tudunk a város érdekében választási szövetséget kötni, és ott arról is tájékoztattuk Önöket és a nyilvánosságot Önökön keresztül, hogy a következő napokban, 7 nappal lát éve dolgozunk majd azon a kollégáimmal, hogy szövetséges partnereket találjunk a választási programunk megvalósításához. Az, hogy itt vagyunk, szerintem az egyértelművé teszi, hogy ebben a partnereinket megtaláltuk. Badány Lajos, a Jobbik Konzervatívok alpolgármestere hangsúlyozta, az együttműködés a jelenlegi várospolitika és a miskolciak mellett áll ki. Örömmel vesszük mindazon szervezetek, személyek, képviselők csatlakozását, akik elkötelezettek az egykori 2019-ben megfogalmazott Nagy Miskolc program végigvitelében. Természetesen kizárva azokat a személyeket, akik érezhetően az utóbbi időben polgármesterünk ellehetetlenítésén munkálkodtak. Az együttműködés további tagjai a Helyi Civilek Szövetsége és a Mindenki Magyarország Néppárt is, akik a Függetlenek Színva Városért Egyesülettel, a Jobbik Konzervatívokkal és a Momentummal közösen állítanak jelölteket Miskolc 18 választókerületében, akiket április 19-én mutatnak be az együttműködő felek.
Két darab 3D-s nyomtatót kapott a Komlós Tetői Református Általános Iskola. Az eszközöket a Lévai József Református Gimnázium adta határozatlan időre. Az idei tanévben már több foglalkozást tartottak a középiskola tanárai a Komlós Tetői Intézmény diákjainak és pedagógusainak, hogy megtanulják a 3D nyomtató működését és használatát. Az együttműködés célja, hogy a fiatal generáció a korszerű technológiákat mielőbb elsajátítsa és a mindennapi életben is használja. Ezeket a 3D nyomtatókat kapta meg a Komlós Tetői Református Általános Iskola. Az eszközök mellé a nyomtatáshoz szükséges alapanyagot, az úgynevezett filamentet is biztosította a Lévai József Református Gimnázium. Gál Márkó Gyula, 5. osztályos tanuló szerint az itt szerzett tudást a jövőben is jól fogja tudni hasznosítani. Szerintem ezt fogom tudni hasznosítani a szakmámban, meg hát ugye középiskolában informatika szakra szeretnék menni, és ott is fogom ezt tudni hasznosítani. A tanulók mellett a pedagógusok is örültek az eszközöknek. Veres Zoltán elmondta, a diákokkal már több alkalommal részt vettek olyan oktatásokon, amelyeket a Lévai tartott. A fő témák a programozás és a robotika voltak, olyan alkalmazásokat ismertek meg, melyek ezekhez a területekhez kapcsolódnak. 4 ilyen oktatáson vettünk már itt részt. Ennyire is terveztük, de az iskolában, a Komlós Tetői Református Általános Iskolában ez folytatódik tovább, illetve ígéretet kaptunk arra, hogy műhely gyakorlatok keretében itt is folytathassuk ezt. A gimnázium több iskolával is együttműködik. A középiskola informatika szakos tanára Szilágyi Benjamin elmondta, a Komlós Tetői Református Általános Iskolára azért esett a választásuk, mert úgy látják, az intézmény elkötelezett abban, hogy az informatika irányába tovább fejlődjön. Azt gondolom, ez a technológia már mindenhol körülöttünk van. Jó, hogyha meg tudják ismerni, használni ezeket az eszközöket, nem pedig csak a végtermékeket látják, illetve nagyon klassz eszközök ezek a kreativitás kifejezésére is, és megtaníthatjuk a gyerekeket alkotni is ezekkel az eszközökkel. A határozatlan időre kölcsönkapott eszközöket a komlós tetőiek több tantárgy oktatásában is használni fogják, mint például a vizuális vagy digitális kultúra, matematika és a környezetismeret. A Földes másik arca ezzel a címmel rendezték meg kedden a Földes estet a Miskolci Nemzeti Színházban. Azok a diákok léptek fel, akik az intézmény előzetes versenyén a kulturális napon aranyminősítést kaptak. A rendezvénynek több évtizedes hagyománya van. A Földes Ferenc gimnázium pedagógusai szerint ez az esemény jó lehetőség arra, hogy a fiatalok megmutassák kulturális értékeiket. Egy francia verset szavalt el Rácz Kata, a Földes Ferenc gimnázium tanulója. Elmondta, a szomorkás hangulatú művet a felkészítő tanárával együtt választották ki. A felkészítő tanárommal minden héten hétfőn találkoztunk, ott elmondtam neki a verset. Aztán, mikor már felállt ez az egész földes est, mint esemény, akkor már délutánonként vagy ebédszünetekbe próbáltunk így egybe sorba. A Földes estet már évtizedek óta megrendezi a gimnázium a Miskolci Nemzeti Színházban. Azok a diákok léptek fel kedden, akik egy előzetes versenyen a kulturális napon aranyminősítést kaptak. A Földes gimnázium a köztudatban azért, hogy egy matematika természettudományi orientációjú iskola, ahol a széleskörű műveltséget igyekezünk minél inkább bemutatni és a gyerekeknek átadni. Ez a földes est, ez mindig alkalmat ad arra, hogy ezt a másik arcát tudjuk megmutatni az iskolának, amikor nem számolunk, amikor nem gondolkodunk, hanem átérezzük mindazt, ami velünk történik a mindennapokban. A színpadon vers és prózamondást, különböző hangszeres előadásokat, táncot vagy éneket láthattak a nézők. Varga Andrea alpolgármester szerint többek között ezek a fiatalok adhatják Miskolc jövőjét. Azt kell, hogy mondjam, hogy olyan tehetséges fiatalok járnak az iskolába, akiket nagy szeretettel várunk vissza dolgozóként, munkavállalóként, mérnökként, orvosként, tanárként és mindenféle munkájukban, hiszen attól fog a város fejlődni, hogyha ezek a fiatalok Miskolcon szeretnének majd élni. A fiatalok videókkal idézték fel a gimnázium különböző eseményeit, mint például a Földes Bált.
Veres Pál polgármester elmondta, a több mint 3 évtizedes iskolai pályája alatt ő is sok kedves emléket gyűjtött az intézményről. Csoda látni azt, hogy mennyi tehetséges diák van most is a földesben, milyen fantasztikusak a kollégák, akik felkészítik őket, és milyen nagy az összetartás, hiszen a szülők, akik majd itt lesznek a hozzátartozók, és végig örülnek együtt majd a produkcióknak, mutatja azt, hogy milyen erős a Földes Gimnázium. A földesest megtöltötte a színház nézőterét, a szülők, öreg diákok, ismerősök tapsoltak a fellépőknek. Beton ki, fák be, a Vörösmarty ligeten rügyeznek a fák, amelyeket ennek a kezdeményezésnek a hatására ültettek. Az ötletet a helyiek még 2022-ben nyújtották be a miskolci részvételi költségvetésen. A kezdeményezés célja, hogy csökkentsék az üvegházhatást, elviselhetőbb és élhetőbb legyen a környék. Levelet hajtottak és rügyeznek a nemrég ültetett fák a Vörösmarty ligeten. A Beton ki, fák be elnevezésű kezdeményezés a 2022-es miskolci részvételi költségvetés egyik nyertes ötlete volt. A tervet a környékbeliek nyújtották be, akiknek az volt a vágyuk, hogy a lebetonozott téren zöld szigetek jöjjenek létre. Én szeretem a fákat, meg azért is jobb lesz, mert mostanában vannak ezek a nyári nagy melegek. A növényzet mindenképpen hűti a környezetet. Úgyhogy én örülök a fának. Brenner László szerint nem csak szebb lett így a tér, de ha megnőnek a fák az árnyékuk alatt, a gyermekük is tud játszani. Én örülök neki, mert ugye eleve ugye árnyékosabb lesz a terület, meg ugye zöldebb, eleve főleg, és meg ugye környezetbarátabb. A környékbeliek célja, hogy ezzel is csökkenjen az üvegházhatás, és a liget még elviselhetőbb és élhetőbb legyen. A levegő tisztítja, minél több fa van, annál jobban tisztább a levegő. Egyébként is porosít a levegő, megszorul a levegő a beton között, ugye, természetesen, tehát egy kicsit azért kellemesebb érzést kapunk így ezáltal. A téren összesen 12 fát ültettek el, továbbá cserjéket is, amik még zöldebbé teszik a ligetet. Tűzifát osztottak az elmúlt két napban, azaz április 16-án és 17-én a város több pontján is. Fodor Zoltán a város alpolgármesteri megbízottjaként a Meszegyi és a Városgazda részvételével koordinálta a Miskolc Szociális Tűzifa programot. A két nap alatt összesen 200 köbméter fát osztottak ki a rászorulók között. Ezzel a mennyiséggel a város vezetés csaknem 3000 köbméter tűzifát adományozott a miskolciaknak 2020 ősszel és az idei év tavasza között. A program ősszel tovább folytatódik, amire a jelentkezés a szokásos módon történik. Az igényt most is a Meszegyi területileg illetékes irodájában kell leadni. Ez a fa osztást, ezt fogjuk folytatni. Itt a telepen már lehet látni, most 200 köbméter, tehát 200 zsák fa került kiosztásra, itt a telepen mögöttem is, meg a másik depóhelyen is lehet látni már betekézett, összevágott fákat a zsákba, tehát egész nyáron a dolgozók ezt folyamatosan a itt levő fákat feldarabolják, és elkészítik is, ősszel újra fogjuk folytatni. A Miskolc ma után új adása jelentkezik közéleti magazin műsorunk. A kilátó stúdiójában Csizmárné Gede Erikával, a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény igazgatójával a közelgő óvodai beiratkozásokról beszélgetünk. Vendégünk lesz Ábrám Tibor is, aki 1993-ban kapott bizalmat a Tiszán Innani Református Egyházkerület közgyűlésétől a Lévai József Református Gimnázium újra szervezésére. Ezután 6 alkalommal 5 éves időtartamokra meghosszabbították igazgatói kinevezését, így összesen 31 évet töltött a Lévai élén. Mostanra hozott egy döntést, szeretné átadni az igazgatói feladatokat. Most nyáron zárul a 6. teljes ciklus, és azt kellett mérlegelnem, hogy az öregségi nyugdíjig még hátralévő közel 2 évben szeretnék egy ilyen tört igazgatói ciklust elkezdeni, vagy pedig nem, illetve még korábbi időszakban az egyházkerülettől kaptam egy egyéves tanulmányi szabadságot, ezt is valamikor szeretném igénybe venni, és ezért döntöttem úgy, semmiféle külső kényszer hatására, hanem egy belső indítatásból.
Végletekig kiélezett küzdelemben szerezte meg első győzelmét a DVTK Ongropak, és ezzel kiegyenlített a három győzelemig tartó párharcban. A három szett során végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, és már többször is a Szent Benedek gárdája jutott szettlabdához, ám a diósgyőriek erejét mutatja, hogy azt minden alkalommal hárítani tudták. Végül három ráadásos játszmában született meg a DVTK győzelme, ezzel is kiharcolva a második hazai jövőkeddi mérkőzést. A Hungaromet szerint csütörtök délelőtt az ország keleti hármadában még több lehet a felhő, elszórtan várhatók záporok, részletek a hamarosan kezdődő időjárás jelentésben. A Híradó után közéleti magazin műsorunkat, a Kilátót láthatják, riportjainkat a minap.hu-n visszanézhetik. Én a műsort készítő kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!